Sok szeretettel köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió Családőrzők című műsorát látják. Köszöntöm a stúdióban szakértőinket a mai napon is. Itt van velünk Fekete Cseri Zsuzsanna, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetője. Szervusz Csilla, szervusztok! Koszi Janka, aki amellett, hogy énekes és előadó művész, coachként is dolgozik. Köszöntök mindenkit! És itt van Tornyai Gábor atya, aki amellett, hogy plébános, mentálhigiénész szakemberként is dolgozik. Én is köszöntök mindenkit. Nehéz témánk volt két héttel ezelőtt, hiszen arról beszéltünk, hogy a nagy globális krízis helyzeteket hogy is tudjuk tálalni a gyereknek, bocsánat ezért a kifejezésért, ha egyáltalán mondhatom-e, hogy beszéljünk róla otthon, mert hogy a gyerekek kérdezik. Sajnos arról is szó volt, hogy nem tudjuk őket burokban tartani, eljutnak hozzájuk ezek a hírek és ezek az események, és gondolkodó kis lényekről van szó, akik bizony kérdeznek. Sokat beszéltünk erről, úgyhogy itt most egy picit térnék vissza, hiszen amire nem volt időnk és lehetőségünk, és itt már szakembereinkhez fordulok, nekem akkor eszembe jutott ez a dolog is, ez pedig a mese. Hogy mesén keresztül meg tudjuk-e értetni a gyerekekkel, hogy tulajdonképpen mi a helyzet akkor, amikor ők tele vannak kérdéssel, és nem értik a válaszokat? Hát az első dolog az az, hogy én nagyjából legyek tisztában azzal, hogy mi van a gyerekbe. Tehát ő mit értett meg, mi az, amit tud, mi az, amit lát, mi az, amit érez, mi az, ami őt foglalkoztatja. És annak mentén induljunk el a mesével. Könnyű dolga van annak, aki tud élő mesét mondani, mert bármikor, bármiből tud mesét kreálni, és azt végig tudja vinni, főleg, hogyha a gyereknek az életére vonatkozóan, a gyerek életét befolyásoló dolgokkal fogja ezt végigmondani, bármit meg lehet személyisíteni, és akkor, tudom én, a nyuszi fogja elszenvedni, amit el kell szenvedni, vagy a söprű fogja elszenvedni, amit el kell szenvedni, vagy bármi más. Ezen keresztül lehet feldolgozni, különösen, ha interaktívvá tesszük a gyerekekkel a mesét, és ők is alakíthatják ennek a mesének a történetét, akkor lesz valódi feldolgozásuk. Na most, hogyha gyógyító meséket keresünk, ma már ezzel is tele van a piac, tehát több könyvből is lehet választani, van erre is lehetőség a különböző problémákra direkt kihegyezve, ilyen-olyan krízisekre, vagy kisebb-nagyobb gyerekgondokra. Én azt gondolom, hogy az első dolog az az, hogy vegyük észre, hogy a gyerek szorong, és hogy azt miből fogjuk észrevenni. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum, mert nem biztos, hogy ő odajön és azt mondja, hogy hé, anyu, vagy tanítónéni, vagy óvónéni, vagy bárki, akivel együtt van, vagy mami, te mit gondolsz erről? Hanem nekünk észre kell venni, hogy annak a gyereknek segítségre van szüksége, és ez a legnehezebb sokszor. Illetve én annyiba kapcsolnék ehhez, mert ugye ez járt a fejembe, hogy ne csak a gyerekekre hegyezzük ki ezt a történetet, mint családőrzők, hanem azt hiszem, hogy talán a felnőttek számára is tudnak segítséget jelenteni pont ezek a tematikus mesék történetek, hogyha elengedik egy kicsit a fantáziájukat, vagy beleengedik ezekbe a történetekbe magukat, akkor lehet, hogy onnan is kaphatnak ötleteket, irányokat, illetve hát megírni a katolikus pap fejemmel, a csapkámmal megszólalva, és kicsit így félretéve a mentálhigiénés fejemmel, azért a Szentírásban is van egy csomó olyan történetünk, meg ugye általában az európai kultúra, vagy általában a világkultúra kincseiben, amit tudnak azért valamiféle iránymutatást adni azzal, ahogy mondjuk a valóságot megpróbálják ezekben a történetekben megfogalmazni, vagy elénk állítani. Én azt gondolom, kapcsolódva ahhoz, hogy a gyerekek szempontjából fontos, hogy a szülő észrevegye azt, hogy éppen milyen szorongás van, de azt gondolom, hogy ehhez megint az kell, amiről szintén, ha utaltál, hogy a legutóbbi adásban beszéltünk, ott is ezért erről szó volt, hogy valahol a felnőttnek is ahhoz, hogy tudjon segíteni, ahhoz neki is szüksége van arra, hogy valamiféle stabilitást vagy biztonságot találjon magának. Mert hogy szerintem azt tud igazán segíteni, aki meg tud állni, és valami stabil ponton áll ahhoz, hogy ki tudja húzni azt a másikat, mert egyébként csak mind a ketten kapkodnak aztán. Valahogy szokták mondani, hogy a fuldoklónál óvatosnak kell lenni, mert lerántja azt is, aki menteni megy, hanem nem tudja elég jól azt a technikát, hogy a fuldoklónak tudjon segíteni. És azt hiszem, egy ilyen krízis helyzetben, legyen bármilyen krízis helyzet, csak akkor tudok segíteni szülőként, segítőemberként, barátként, családtagként, hogyha nekem van egy biztos alapom, egy stabilitásom, ahogy oda tudok lépni hozzá. És akkor már könnyebb lesz nekem is megtalálni talán az eszközöket is, hogy akkor most tényleg mivel tudok neki segíteni, akár a meséken keresztül is.
Ami nekem eszembe jutott, mert nekem abszolút nem szakterületem egyébként így a mese világ. Nyilván van meseterápia, egyébként az édesanyám foglalkozik ilyesmivel, de ami nekem erről eszembe jutott, az az, hogy minden érzésnek helye van ebben a helyzetben, és hogy erre teret kell engedni a gyerekek esetében is, ugyanúgy a felnőttek esetében is, hogy ezt szabadon kifejezzék. Nyilván ehhez kell egy olyan környezet, ami biztonságos és szeretetteljes otthoni légkört ad. De hogy akár, hogyha ha dühös, vagy fél, vagy bármilyen szélsőséges érzései vannak, azokat kifejezhesse. Akár egyébként mesén keresztül, akár csak úgy, hogy kiabál, vagy nem tudom, ütöget valamit. És hogy erre tényleg lehetőséget adjunk. Ez nagyon fontos, hogy minden érzés az rendben van, ami kijön belőlük. Ez egy nagyon fontos dolog, és a nagy amplitudójú érzéseket meg is fogja jeleníteni a gyerek. Uh-huh. Mert kiabálni fog, futkosni fog, követelőzni fog, figyelmet kér, nem engedi el a helyzetet, egészen kiborulásig el tud menni, értelmezhetetlen sírásig a szülő részéről. Itt azt gondolom, hogy a szülő kényszerpályán mozog, mert a gyerek mindenképpen megoldást kér, és addig fogja kérni, követelni, és a helyzeteket megteremteni, amíg nem kap meg valamilyen megoldást. Az nem biztos, hogy jó vagy szerencsés, de valamilyen kiút a gyerek számára valamilyen szinten. Azt viszont nagyon nagy veszélynek látom, amikor a gyerek nem teszi szóvá, és nem mondja, és a szülő nem veszi észre, hogy a gyerek szorong, nem veszi észre, hogy baj van a gyerekemmel. Tehát, hogy mik azok a jelek például, amiről a szülő le tudja olvasni az egyébként békésnek tűnő gyerekről is, hogy valami nagyon nincs rendben. Valami egészen másról van szó, mint amit én gondolok, hogy az én gyerekem jó nevelt, ügyes, okos, szépen tud viselkedni, minden helyzetben meg tud felelni, stb. Csak éppen a körmét rágja, csak éppen a haját tépi, csak éppen a pólóját rágja, csak éppen a ceruzáját tördeli, vagy rágja szét. A felnőtteknél is előfordul. Ugye? Bizony, a szorongásos tünetek. Tehát, hogy a felnőttnek a felelőssége, a szülőnek a felelőssége, hogy vegyük észre, hogy a gyerekünk szorong. Ez az első dolog. A másik dolog, hogy kutya kötelességünk kideríteni, hogy mitől, miért szorong az a gyerek. Tehát amikor bagatelizáljuk, vagy felnagyítjuk, vagy csak megmenteni akarjuk, burokban tartjuk, és nem érdekel, mitől félsz, ne félj, mert én itt vagyok, és áttelepítelek egy másik üvegházba, vagy megmentelek ebből a helyzetből, vagy bármi van, akkor rendkívül sokat ártunk a gyereknek. Tehát, hogy nagyon fontos dolog, hogy ugyanúgy, ahogy minden érzelemnek helye és szerepe van, és mindenkinek joga van az érzelmeihez, ugyanígy az is nagyon-nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a gyereknek joga van ahhoz, hogy ő biztonságban legyen. Ő akkor van biztonságban, ha én olyan kereteket tudok neki biztosítani, amiben ő jól érzi magát. Ha nem érzi jól magát, akkor az én dolgom kideríteni, hogy ő miért nem érzi jól magát. És mindegy, hogy mitől nem érzi jól magát, hogy a cipő nyomja, vagy a szomszédba a kisfiú csúnyát mondott rá, vagy elvették a homokozóba a lapátját, vagy kamasz és szerelmi bánata van, és teljesen mindegy, hogy mi baja van. Az én dolgom, hogy én azt kiderítsem, és vele együtt azt a helyzetet térképezzük fel, és utána indul előről megint a program. Megértettük, tudjuk, kimondjuk a hozzátartozó érzelmeket, és megkeressük a kiutat belőle. Tehát ezt én hallatlanul fontos dolognak tartom most is, hogy a szülő tisztában legyen azzal, hogy mi van a gyerekében. Azt tartom a legnagyobb rossznak a gyerekre nézve is, meg a szülőre nézve is, mert hogyha a gyerek arra szocializálódik, hogy úgyse számítok. Rohanó világunkban a külső hatások mellett vajon van-e elég pozitív gondolatunk, és van-e elég pozitív megnyilvánulásunk, akár egymással szemben, akár a gyerekeink felé? Fogosra vesz kérdés? Hát azt, hogy kinek mi az elég. Igen. Igen, kinek mi az elég, és kit milyen közeg vesz körül? Igen, hogy hogyan nőttem föl. Igen. Egyáltalán hogyan látom a világot, mi az, amit üzenetként kaptam a szüleimtől, de szerintem még alapabb szintre, ha csak ilyen fejlődési szinteket nézünk, akkor ugye az a meghatározó 0-3 éves kor környékén megszületette bennem az, hogy végülis ez a világ nem rossz, mert biztonságban vagyok benne. Igen. Hogyha ez az alap megvan egy kis babánál, fejlődő gyereknél, akkor utána egészen másképpen tudja látni a világot. Persze meg lehet tanulni egészen tudatosan azt, hogy igenis a jót vegyem észre, de azt gondolom, hogy ha van egy ilyen ősbizalom bennem, onnantól kezdve, hogy biztos vagyok magamban, meg abban, hogy ez a világ
bár nehézségek vannak körülötte, de hogy alapvetően jó ez a világ, akkor könnyebben észre fogom venni benne a jót. És onnantól kezdve már a másik üzenet vagy feladat, hogy ezt kifejezem-e vagy jelzem-e a másik felé. És ezt párkapcsolatokban, jegyes oktatáson is szoktam mondani, de szülő-gyerek viszonyban is szoktam ezt mondani, hogy ha valaki rosszul csinál valamit, vagy valami nem jól működik, rögtön jelezzük. Valamilyen formában. De ha valami jól működik, akkor azt úgy természetesnek veszük, hogy hát ez a normális. És akkor mindig szoktam mondani, hogy jelezd a jót is. Hát, hogy ne vedd természetesnek a jót, tényleg jó benne lenni a jóba, de hogy azért kapjon a másik visszajelzést arról is, hogy valamit jól csinál. És ez a szülő-gyerek viszonyra is igaz, szerintem nagyon fontos, meg egy párkapcsolatban, bármilyen párkapcsolatban, vagy bármilyen kapcsolatra igaz ez, hogy és akkor ez, hogy észreveszem a jót, a csodákat az életemben, tudok-e ennek hangot adni. És azt gondolom, hogy nekünk, meg én azt mondom, hogy keresztény embereknek különösen is ez felelősségünk lenne, és ez egy feladatunk is, és ezt próbálom is úgy a sajátjaim felé, amennyire lehet erről beszélni nagyon sokat, hogy ha azt mondom, hogy az Istenről, hogy ő szeret bennünket, ha azt mondom az Istenről, hogy szeretetből teremtette a világot, engem is szeretetből teremtett, hogy az a világ, ami körülvesz engem egy ajándékvilág, akkor tulajdonképpen nekem ott van a jó az életemben, csak éppen rá kell nyitni a szememet. És hogyha észreveszem a jót, akkor ez egy örömforrás tud lenni, mindennapos örömforrás tud lenni. És hogyha ezzel a gondolkodással tudok benne lenni ebben a világban, akkor ez már a következő lépés csak az, hogy megosztom a másikkal, hogy te figyelj, ma ez meg az történt velem. Nekem ilyenkor mindig a fiatal apukák jutnak eszembe, mert az anyukáknál olyankor nem ez a fókusz, amikor megszületik a gyerek, és akkor jönnek az SMS-ek, hogy nem tudom, hány kiló, hány dekával, vagy hány gram, hány centivel megszületett XY, anyuka és a baba jól vannak, és akkor jönnek az üzenetek. Apuka. És apuka rögtön küldi, de apuka, igen. De hogy apuka küldi, anyuka még szerintem akkor éppen próbál maga azt tenni, de apuka már küldi, és akkor jön a tejfakasztó, meg mindenféle egy fontos férfias dolog, hogy azért anyukának valahogy segítsünk, de hogy az az apuka nem tudja magába tartani az örömét, hanem a jót meg akarja osztani azokkal, akik számára fontosak. És én azt gondolom, most így keresztény emberként gondolkodva, hogyha én keresztény emberként tudom úgy élni az életemet, hogy ez a megajándékozottságom ott van, hogy a mindennapok csodáira rá tudom, észre tudom menni, vagy akkor ott vannak a mindennapok örömei, amit meg utána meg tudok osztani családba, baráti körbe, ismerősi körbe, és ez nem egy ilyen erőszakos direkt misszió, hanem sokkal inkább azt gondolom, hogy egyfajta szemléletnek a megosztása, vagy átadása. Igen. Ez nagyon fontos szerintem is, hogy csak beszélek róla, vagy tényleg ez szerint élem az életem. Mert sokszor szerintem nem is tűnik fel az, hogy hát persze figyelek a jó dolgokra, így szokták mondani, és aztán közben pedig nem is, igazából nem ez zajlik belül. Egy nagyon jó példa jutott eszembe, ugye szoktad is kérni, hogy álljunk elő ilyesmivel. Egy olyan könyvben olvastam, aminek az a címe, hogy E a négyzeten, nem tudom, hogy ismeritek-e, Pam Grout, így van leírva a hölgynek a neve, és ott az első fejezetben van ez, hogy a csodákra való felfigyelés, vagy hogy mire helyezzük a fókuszt, tulajdonképpen inkább ez, és egy olyan gyakorlatra hívja az olvasókat, amiben azt írja le, hogy most akkor 48 órán keresztül mondjuk a zöld autókat, vagy a sárga, bármilyen színű autókat figyeljék meg. És hogyha neked ez van a fejedben, hogy akkor én most a zöld autókat fogom figyelni, és számolom, hogy hány darabot látok, biztos, hogy fogsz látni zöld autót, tehát olyan nincs, hogy nem. Egyébként is látod, hiszen folyamatosan, ahogy közlekedsz, elmegy melletted, csak mivel nem azon van a figyelmed, ezért nem veszed feltétlenül észre, de attól még ott van körülöttünk. És ugyanezt a játékot lehet játszani egyébként akár a csodákkal, akár a pozitív élményekkel, hogy akkor hány csodát látok én ezen a mai napon például. És igazából, ha belegondolunk, akkor minden lehet csoda egyébként, tehát előbb bújik a hóvirág, például az is lehet ez. És hogy tekintem, milyen szemüvegen keresztül nézem én az életemet? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Szerintem valahol, vagy tévé, vagy rádió, valahol már beszéltünk erről. Nálunk úgy kezdődnek a terápiás órák a nagyobbaknál, de már az egészen kicsiknél is amennyi belefér, hogy van először egy csendgyakorlat. Ugye mondtad, hogy találkozzon a gyerek a csenddel.
vagy az ember a csenddel. Tehát, hogy egy kicsit elkezdjük őket arra készíteni, hogy nem kell mindig zsizsegni, nem kell mindig beszélni, és nem kell mindig aktívnak lenni ahhoz, hogy jelen tudjál lenni. Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert eleinte nehezen tűrik, aztán amikor begyakorolták, akkor már jönnek, veszik a szivacsot, teszik rá a törölközőjüket, ülnek, fekszenek, kinek hogyan kényelmes, és veszik fel azt a természetes pózt, amiben ők így tudnak bambulni. De tényleg csak bambulnak látszólag, és azért szoktam nekik egy pici feladatot adni, meg hát a terapeuták is, hogy keressetek kettő jó hírt. És akkor mondom, ki az, akinek ma segítettél, ki volt, aki ma kedves volt hozzád, mi volt, amin ma nevettél, mit kaptál ma valakitől ajánlani, bármit. Tehát én apróságokat mondok nekik. Ugyanis rájöttünk arra, hogy amíg régebben lehetett azt kérdezni a gyerektől órakezdésnek, hogy mondjál nekem két jó dolgot a mai napodból, ami történt, hogy és akkor mondjuk, semmi. Tehát régebben még tudtak mondani, ma már semmi nem történik vele, semmi, semmi. A világon semmi jó dolog nem történt vele, délután 6 óráig semmi. És akkor elkezdem velük végigvenni, hogy ki keltett fel reggel. Jó dolog, hogy anya puszilt és fölkeltett. Anyu pusziára ébredni, jó dolog, stb. 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 A kakaóig az, hogy autóval vittek kocsiba, hogy apa ment érted, hogy anya ment érted, hogy nem tudom, nem érdekelnek az iskolába, hányast kaptál meg, mit tudom, ezt majd a család úgyis kivesézi velük. Tehát, hogy arra szocializálni a gyereket, ahogy ezt mondod ebbe a könyvbe is, ahogy van, hogy figyeljen már arra, ami jó dolog történik. Mert ugye mi is, hogy éljük az életünket? Volt egy szenzációs, tök jó napod, de azért az a rohadék, az megelőzött. Na, hát azért az. Na. Igen, a példamutatás az nagyon nagy szerepet kap, hogy a szülőn igen. Mit lát, hogy tényleg én is megbeszélem-e a párommal, vagy a férjemmel, feleségemmel a jó dolgokat, hogy megünnepeljük-e a sikereket például, igen. Vagy akár a lehet, legkisebb is lehet. És így épül be igazán a gyereknek az életébe is. Meg egyáltalán vannak-e valódi ünnepeink? Uh-huh. Tudunk-e ünnepelni? Hogyan ünnepelünk? Nekem most ez egy nagyon égő és éles kislányomnak most volt a születésnapja, nem túl régen, és hát én ugye ilyenkor ügyközbog összeszervezni a többieket, ki hol van, mikor, hogy érünk rá, hogyan megyünk, ki, mit viszünk, mit teszünk, mert bele. És az én kislányom, mivel nehéz időszak van, mihez most ez van, az egyiknél ez, a más, mindenkinek megvan a maga gondja, baja, mert mi is éljük az életünket, azt gondolom mindahányan. És az anya, figyelj, az idő se olyan, még maszkolni kell, még mindent kell hordani, ugye ez még abban az időszakban volt, még ez van, az van, nem, ez is hideg van, kirándulás, anya, napoljuk-e? Hát anya ugye olyan anya, amilyen. És hát azért persze, hogy mentünk a kislányomhoz, és vittük, amit vittünk, meg csináltuk, amit csináltunk, és együtt voltunk. Nem ez volt a lényeg, hanem amikor odafele mentem kocsiba, akkor mondtam a kislányomnak, hogy de kicsi lányom, igen, jön a Tomi is, és így lesz, úgy lesz, és megyünk esti. Na, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor jó, de ilyen beleegyezően. És amikor eljöttünk, és még este valamiért felhívott, azt mondta, anya, annyira jó, hogy így csináltad. Olyan jó volt így együtt. Semmi nagy dolog nem történt. Együtt voltunk, ettünk, beszélgettünk, jól éreztük magunkat, pár órát együtt töltöttünk, ment mindenki a maga dolgára. Olyan jó. Tehát, érted? Nem akarjuk megfizetni az árát rákészüléssel, odafordulással, idővel, energiával, még ezen is gondolkodjak, még azt is szerezzem be, még mossam el, még vasaljam ki, még nem tudom, akármicsoda. De amikor ráveszed magad, meg a szeretteidet, és megtörténik, akkor utólag azt mondjuk, hogy de jó, nem egy nagyon nagy sátoros ünnep volt, de olyan jó volt egy kicsit. Tehát, hogy ezeket az örömöket csináljuk már meg magunknak rossz szóval használva, bocsánatot kérek érte. Tehát, hogy teremtsünk magunknak örömöket, és örömös pillanatokat, és örömös tevékenységeket, és örömös együttléteket, mert ez a túlélésünk normális túlélésünk záloga. És ha ezt adjuk tovább, és ezt tanítjuk a gyereknek, ugye 3 éves korra eldől egy csomó minden, ahogy mondtad, 6 éves korra meg már be is betonoztuk. Tehát, hogy ez egy, én ezt egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, különösen a mai világban, amilyen rohanó tempójú, szanaszétszakadó, egyre jobban szeparálódó családokkal találkozunk, személyekkel találkozunk. Muszáj lenne megtalálnunk ezeket a pontokat, és ezeket a kapaszkodókat. Akár családi rítusokat építeni erre. Igen. Ezért is jó ez a műsor. Felhívjuk erre a figyelmet, mert az embereknek nem jut eszébe keresni a jót. Ezt magamról is tudom. Pörgök, zörgök, teszem a dolgom,
tavaszi dísz, ott van, kirakom az asztalra, jaj, de jó, jaj, de szép, megyek tovább. És aztán az emberbe egyszer csak megfordul, hogy igényem van arra, hogy észrevegyem a jót. És igényem van arra, hogy leüljek, és gyönyörködjek én abba a tavaszi díszben, vagy a kert, a virágok. Igen. Hogy igenis igényem van rá, hogy februártól kezdve naponta végigjárjam azt a nem túl nagy kertet, hogy megnézzem, hogy egy pici zöld valahol megjelenik-e, és aztán utána, hogy na ez most ez a virág túlélte, fog-e, és egyszerűen igény van rá, csak az ember gondoljon rá, hogy van erre igénye, hogy elinduljon. Ma az jutott eszembe, amiket itt hoztatok így ötletként, példaként a sok katolikus családnál, de szerintem valószínűleg a többi felekezetnél is ez egy ilyen gyakorlat. Amik kisgyerekek vannak, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor jön a kamaszkor, ez valahogy eltűnik, de hogy akkor is egy nagyon jó kis gyakorlat, hogy az esti ima, egy ilyen napzáró rítus, az arról szól, hogy leül a család gyerekekkel együtt, meggyújtanak egy gyertyát, és mindenki elmondja, hogy milyen jó dolog történt vele aznap. És akkor ezért utána van egy hálaadás. A gyerekek sokszor zizegnek, meg nem figyelnek oda, mert van, hogy vendégségben vagyok, és akkor ott beültetnek, hogy akkor atya itt vagy akkor. Mindig olyan büszke vagyok, hogy akkor, és akkor azért is hátadunk, mert itt van Torony atya. És itt sorba elmondja mindenki, hogy akkor ezért, akkor én is egy a nap jó pontjaként ott vagyok ebben a történetben. De hogy ott a szülők is megszólalnak, és a szülők is elmondják a gyerekekkel együtt, hogy ma milyen jó dolog történt velük. Igazából azt sajnálom, és nem tudom én se erre a jó választ, illetve arra szoktam aztán bíztatni a szülőket, hogy amikor ugye jön a gyerekeknél ez a már engem hagyjál, anya, meg nem tudom mi, hogy azért apa, anya üljön attól még le, hogy ketten attól még ugyanúgy tudják ezt a rítust folytatni, maximum úgy, hogy megkínálják a gyerekeket, hogy akkor ha akartok, mi anyával leülünk, imádkozunk, hálát adunk, ha akartok, üljetek ide. És akkor ahogy kamaszodik, van az a szabadság, hogy beül ebbe a történetbe, de azt gondolom, hogy valahol ennek a formája, csak hogy így, amit mondtatok, hogy az örömöt észrevenni, vagy a napi örömöt észrevenni, hogy van ezekre ilyen kis gyakorlat, amit szintén, ha mondjuk így ide tudok hozni azok számára, akik néznek bennünket, és hogyha valaki nem hívő emberként van, és azt mondja, hogy neki az imádság nem része az életének, de azt gondolom, hogy egy ilyen idézőles szertartás vagy rítus szerintem mindenkinél belefér, hogy leülünk, gyertyágyújtunk és hálát adunk. Csak hogy kimondottan legyen. Tehát ez nagyjából ugyanaz, hogy a jót természetesnek veszem, és nem dicsérem meg a másikat, hogy vajon kimondom-e azt, hogy ma milyen jó dolog történt velem, vagy hát ez így volt, de hát ezt most minek osszam meg. De ha erre rá tud épülni egy kis szertartás, és ennek nem kell hosszúnak lenni, azt gondolom, hanem hogy helyének kell lenni, úgy az a bizonyos fókusz is szerintem be tud épülni a gyerekek gondolkodásába is, de azt gondolom, hogy ilyen formában a felnőtt gondolkodásunkat is át tudjuk fordítani, hogy hol is van tulajdonképpen az én életem fókusza. Meg amit mondtál te az előbb, hogy egyáltalán az, hogy felismerjem, hogy igényem van rá, azt mondjuk megelőzi szerintem azt, hogy felteszem-e magamnak azt a kérdést, hogy egyébként mire lenne igényem most ezen a napon, vagy ebben a helyzetben, vagy mi az, amit szeretnék, mi az, amivel szívesen töltöm az időmet. Tehát, hogy fontos vagyok-e magamnak annyira, hogy ezeket a kérdéseket feltegyem, és hogy megteszem-e a lépéseket, amik ahhoz vezetnek, hogy ezek tényleg meg is történjenek, ha kapok választ mondjuk magamtól. Igen, én azt gondolom, ez a megteszem-e azokat a lépéseket, egy nagyon izgalmas kérdés, és köszönöm, hogy most ezt mondtad. Ez az előbb, ahogy a Gábor mondta, hogy teremtsünk rítusokat. Szokást teremtsünk. Szokásokat teremtsünk magunknak, jó szokásokat, amik aztán befolyásolják az életünket. Egyszer találkoztam, emlékszem, még nekem kicsi gyerekeim voltak valahol valami nyaralóhelyen egy másik családdal, ahol 5 percenként örültek valaminek, egy kavicsnak, egy lepkének, egy jó dobásnak a strandlabdával, egy nem tudom én micsodának, és így néztem őket, mondom, hát ezek milyen műsort játszanak. És egy idő után, ahogy néztem őket, mondom, a francba, én még irigylem is őket. Hát ebből a családban jó tart, összebarátkoztunk, aztán hosszú évtizedekig barátok lettünk, és én átvettem ezt a szokást, hogy bizony-bizony az, hogy a férjem nekem odahozza a kávét, az nekem nagyon jól esik, mert isteni finom kávét főz, és természetes, hogy megköszönöm. Így van. De ha ma az a kávé valamitől különlegesen ízlik nekem, akkor azt fogom mondani, júj, ma nagyon jól esik, hogy ilyen forrón tudom meginni a kávémat. Tehát értitek, nem nagy dologról van szó, csak valami pici apróságról.
De nagyon aranyos vagy, hogy kinyitottad a kaput, amikor hazaérkeztem, és nem nekem kellett kinyitni, hanem távirányítóval működik. Vagy bármi, de bármi, tényleg a legapróbb dolgokat is lehet honorálni kedvességgel és kedves szóval, és ha ezt szokássá tesszük, akkor a fókuszt rávisszük, és akkor utána ez integrálódik, akkor már nem lesz kérdés. Visszatérve, amit te mondtál az előbb, mert még egy fél mondat bennem maradt, hogy a kamasz gyerek aztán vagy jön, vagy nem jön az esti rituáléhoz, de megvan neki a szertartás, és majd eltelik 10-15 év, vagy akár hány év, és újra elő fogja venni, igen, amikor annak szükségét érzi. És magától értetődő módon lesz egy eszköz a kezébe. Az, hogy neked otthon van egy eszközöt, használod vagy nem használod, amikor eljön az ideje, használod. És ez erről szól. Nagyon szépen köszönöm nektek, Fekete Cseri Zsuzsannának, Koszi Jankának és Tolnyai Gábor atyának. Sajnos ez a műsor véget ért. Na, de van jó hírem, 2 hét múlva újra itt vagyunk, úgyhogy érdemes lesz bennünket akkor is keresni, azaz a Családőrzőket. Addig is kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra! Viszontlátásra.